Szeretettel üdvözöl mindenkit a kettős kereszt ketten főzünk. Ebben a videóban egy egyszerű, de annál finomabb csikós tokányt mutatunk be. Hozzávalók majdnem egy kiló sertéslapocka, két fej vöröshagyma, illetve két gereszt fokhagyma, füstölt szalonna, a habaráshoz tejföl és liszt, fűszerezéshez pedig só, piros paprika, bors és esetleg majoránna. Először is egy kicsit lepirítjuk a füstölt szalonnánkat. Ha nem enged ki annyi zsírt, amennyit szeretnénk, akkor ezt természetesen lehet pótolni még, kiegészíteni még némi étkezési sertészsírral is. Ez egy kb. Fél perces folyamat, és miután ezek a szalonnák lepirultak, hozzáadagoljuk az apróra vágott két fej vörös hagymát. Ilyen darabokra van vágva, ezt egy kicsit pirítgatjuk. Nem szükséges teljesen, hiszen a tokánynál a hús és a hagyma egyszerre szokott pirulni. Ebben a szakaszban kivételesen sót még nem is adtunk hozzá. A füstölt szalonna eleve egy elég nagy sótartalmú, majd később az ízesítésnél, amennyi szükséges. Körülbelül egy percig pirítgatjuk. Amikor már kellőképpen megpirult a hagyma, elővesszük a húst, a csíkokra vágott húst, amit előzetesen csíkokra vágtunk. A tokány ételeknek ugyanis a jellegzetessége, hogy a húst csíkokra kell vágni. Tehát ilyen csíkokat készítettünk. Egy körülbelül 80 deka maradt, miután a fölösleges részeket eltávolítottuk róla. Zúgy, ez most mehet is bele a hagymába, és ezek együtt fognak szépen pirulni még egy darabig, addig, amíg ezt a nyerses színt el nem veszítik. Szépen összekevergetjük a hagymával, elegyengetjük, hogy egyenletesen piruljanak. Időtartamot nem érdemes mondani, fogjuk látni majd, hogy mikor veszíti el ezt a színét a hús, mikor fog szépen kifehéredni. Pár perc. Na el is telt ez a pár perc. Látjuk, hogy a húsi szépen kezd kifehéredni, az is látható, hogy elkezdett egy kis levet engedni, úgyhogy ilyenkor fogjuk, és hozzárakjuk a szintén apróra vágott két gereszt fokhagymánkat. Hú, és amíg föl nem találják a szagos videót, addig muszáj nekünk elhinnetek, hogy itt már nagyon jó illatok kezdenek terjengeni. Kezd elfűnni a víz és zsírjára pirulni a hús, úgyhogy lassan elkezdjük a fűszerezést, ami nem lesz egy túl bonyolult folyamat. Egy nagyobb teáskanál sót teszünk bele. Egyelőre ennyit, majd ha később igényel, akkor azt a kóstolásnál pótoljuk. Ezután jöhet az őrölt fekete bors. Hát ez olyan fél teáskanálnyi legyen egyelőre. A piros paprikából nem kell sok, nem evő kanállal mérjük, tehát egy nagyobb teáskanálnyi kerüljön bele. És ha bár nem kötelező, de mi meg szoktuk még szórni ennyi majorannával is. A majoranna nagyon jól passzol a magyaros ételekhez. Kis túlzással a magyarok oregánójának is nevezhető. Arról nem is beszélve, hogy csak így érdekességképpen, a majoránna a szerelem fűszernövényeként vált ismertté. Tehát egy ketten főzünk receptben mindenképpen helye van. Mint látható, mi raktunk bele egy minimális mennyiségű felkockázott zöld paprikát is, ami szintén elhagyható, mi ennyit találtunk a hűtőben, minden más ételhez kevés lett volna, ennek viszont ártani nem árthat. Na és ezt az egészet most szépen elkevergetjük. Tehát az alapfűszerezés megvolt, só, bors, piros paprika és az elhagyható, de általunk javasolt majoránna.
És ez most hadd főjön egy kicsit a saját levélben. Körülbelül egy negyed óra fog kelleni hozzá, hogy a saját levét nagyjából elfője. Ennél a szakasznál már arra érdemes figyelni, hogy ha keverjük, akkor próbáljuk meg óvatosan kevergetni, hogy ez a szép csíkokra vágott, tokányra vágott hús ne essen szét darabjaira, inkább csináljunk úgy, mint ahogy James Bond, rázva, nem keverve. Na és most jutottunk el odáig, hogy felönthetjük vízzel, annyival, hogy jól ellepje. Nem kell megijedni tőle, mert aztán ez majd később be lesz habarva. És itt még, hát óvatosan megkevergethetjük, annyira azért nem kell félni, hiszen még nem rongy puha a hús, de azért vigyázzunk. És innentől kezdve ez majd szép finom lángon, födővel lefedve, fövöget, puhulgat magának. Közben mi előkészítettük a habaráshoz szükséges dolgokat, a lisztet és a tejfölt, nagyjából egy óra eltelt, úgyhogy szerintem itt az idő megkóstolni. Nagyon óvatosan keverünk rajta egyet, és most fog kiderülni, hogy kell-e még bele valami fűszerezés. Hát az általunk javasolt mennyiségek alapján ebbe már semmi nem kell. Ha mégis sótlannak ítélnénk, akkor ilyenkor még lehet pótolni. A csikóstokány nokedlivel a legfinomabb, mi ezt most nagyanyáink módszere szerint késsel szaggattuk. Jöhet a csikóstokány kulcsmozzanata, a habarás elkészítése, ehhez bátran használjunk fel egy egész pohár tejfölt, hozzáöntünk egy pici vizet, ez azért jó, mert így kezdetben jobban fel tudjuk lazítani a tejfölt, ami a habaráshoz kell. Elkeverjük szépen, csomómentesen, és ebbe kerül majd a liszt. Lisztből két evőkanálnyi kerüljön bele, nem kell, hogy csapott legyen. Hát én most itt egy kicsit bátortalan voltam, úgyhogy úgy néz ki, mintha három evőkanál lenne, de ez valójában két teljes evőkanálnak számít, és ezt az egészet tovább keverjük addig, amíg csomómentes nem lesz. Arra viszont mi mindig nagyon oda szoktunk figyelni, hogy a habarás ne hidegen kerüljön bele, nem szeretnénk, hogyha ilyen rondán kicsapódna, úgyhogy mindig hozzámerünk a forró léből egy keveset. Én most hozzáadagoltam két merőkanállal, de hogy még jobb legyen a hőmérséklet, még kettőt hozzáteszek, ez persze úgyis vissza fog majd kerülni. Ezt még elkevergetem. Előkészítek egy fakanalat, és ezt a habarást szépen belecsurgatom a tokányba. Közben kicsit kevergetem. Nem kötelező fordítva tartani a fakanalat, mint én tartom. Lehet azt rendesen is, tulajdonképpen mindegy. Óvatosan összekutyulgatjuk, és ha ezzel kész vagyunk, visszakerül rá a födő, és megvárjuk, amíg ez újra felrottyan. Miután ez megtörtént, ez a látvány kell, hogy a szemünk elé táruljon, és nézzétek meg, milyen gyönyörű, szép, krémes, szaftos lett a végeredmény. Ha tetszik, ne habozzatok használni a like gombot, és ha a többi videónk is tetszik, nyugodtan iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a további tartalmainkról sem. Mindenképpen próbáljátok ki ezt a finomságot, sem ti, se a családotok nem fogja megbánni, és ne felejtsétek, ketten főzni jó. Sziasztok!